A Kantemusz fiúkórus nyitotta meg az oktatási hivatal díjátadó ünnepségét a Vármegyeháza Besenyei nagy termében. A kiváló versenyző tehetségdíj és a kiváló felkészítő tehetséggondozó tanár díj mellett Nyíregyháza megyei jogú város további 3, még a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal további 2 külön díjat osztott ki. Megyénkben, akik a városunk, megyénk, mondhatnám azt most már országunk hírnevét viszik, azok az itt tanuló diákok, illetve az őket felkészítő pedagógusok. 10. éve rendezzük meg az oktatási hivatal színeiben ezt az ünnepséget. Nekünk nagyon fontos, és mindig nagy szeretettel szervezzük ezt a rendezvényt. Az, hogy milyen a népszerűség, azt mondom, hogy egyre több. Az idén közel 100 jelentkező volt. Az intézményvezetők, fenntartók pályázhatták azokat a gyerekeket, illetve azokat a pedagógusokat, akik az adott területen kiemelkedő munkát végeznek. Ebben az évben 35 tanári és 56 diák jelölés érkezett. A megjelenteket Gégény Zoltán, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal igazgatója is köszöntötte. A tehetségnek a felismerése az nagyon fontos. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok emberben megvannak azok az adottságok, értékek, amelyeknek a kibontakoztatása az egyfajta lehetőséget jelent az egyénnek a számára. És hát azt kell mondani, majd fogják látni bent a nagy teremben, hogy nagy számú általános iskolai és középiskolai hallgató vesz részt ezen az eseményen. Tehát ez azt tanúsítja, hogy igenis a megyében nagyon sok tehetséges gyermek él, és hát nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy ennek a tehetségnek a kibontakoztatásához azért időnként szükség van segítségre. Ilyen például a szülő, vagy azok a pedagógusok, akik gyakran a szabad idejük terhére foglalkoznak tehetséggondozással, illetve ezeknek a tanulóknak a felkészítésével. Kiváló versenyző tehetségdíjat kapott többek között Ferku Donát, a Somogyi Rezső általános iskola tanulója, aki sakk- és sportversenyeken is kiváló eredményeket ér el. Be van osztva tulajdonképpen a napom, hogy meg van adva, hogy mikor tanulok, és utána marad idő az edzésre, tulajdonképpen a tanulás a fő az napomban, és ha utána marad 1-2 óra az edzésre, azt fordítom rá. Kiváló felkészítő, tehetséggondozó tanár elismerést vehetett át Vasné Iván Györgyi, aki hosszú évek óta a Nyíregyházi Arany János Gimnázium és Általános Iskola és Kollégium pedagógusa. 8 évvel ezelőtt, amikor a mindennapos testnevelés újraindult, és általános iskolába lekerültem a német nyelv után testnevelést tanítani, akkor újra megindult bennem az az érzés, hogy adjak még valamit a gyerekeknek is, kezdjek el újra tornázni, mert ez volt az életem, és akkor egy körbenéztem egy osztályba, és azt mondtam, hogy hát itt tudnék csak úgy visszaadni azt, amit csináltam. És annyira belejött az egész, hogy a versenyzésnél kötöttünk ki, és azóta minden megyei versenyt nyerünk, ott vagyunk az országos elődöntőn, és minden évben bejutunk a Diák Olimpián az országos döntőre, és most már így elkapott a lánc, hogy nem csak prevenció, egészségmegőrzés, hanem hogy akkor legyen egy kis sikerélmény, és annyira jó látni, amikor átveszik az érmeket a gyerekek. A díjakat olyan művészek és pedagógusok adták át, akik saját területükön a vármegye és az ország kiválóságai.